Sziasztok, Ádám Bécivel dobjuk a Tisza tavat. Majd látjuk, hogy mi lesz a vége. Majd látjuk, hogy mi lesz a vége. Elkezdtük, nagyon jó pályán vagyunk. Süt a nap, az ritka szar, de mindegy, minket nem gátol az ivásban és a horgászatban. Várjuk a két versenyzőt, aki majd még jön hozzánk, de ők is csak ivásban jók, a versenyzők. Megmondhatom Ádám Béci csalisdobozát, nagyon állat, nekem bejött, működik egész nap. Ha valaki nem ismerné ezt a márkát, Borháló Írsai, úgyhogy nagyon jó, próbáljátok ki. Erre minden jön, legalábbis a dara nagyon. Úgyhogy ütjük, vágjuk, reméljük hallal jelenkezik, csőröge. Ütjük, vágjuk, már egy jó ideje, dobáljuk, semmi, mondjuk 7 ágról sütött a nap, az is hozzátartozik, és most, ahogy megy le a nap, elkezdett egy kicsit, várjatok. Jobban inni. Kapit az esőt is. Elkezdtünk jobban inni, hogy hát, ha meghozza a halat, viszont elkezdett kis halmozgás lenne a vízen, és láttunk arrébb rablást is, úgyhogy most kezdünk el igazán bízni benne, hogy talán halat is fogunk. Béci abban annyira nem bízik, ő a kis csalisdobozába bízik, és jól is teszi, mert az neki hozza az eredmény, mert egyre szarabbul dob, egyre többet akadóba, de nagyon jó. Mondjuk neki volt egy rávágás, azt hozzá kell tenni, de hát ugye balettmódra elveszítette azt a halat. De minden régi nő esetünket kidumáltuk, úgyhogy nagyon jól szórakozunk. A petyusét is? A petyusét is, tehát arról nem esett szó, akkor mindig ittunk. Nem, a petya nőügyét azt megtárgyaltuk. A petya nőügyére volt szó, akkor mindig emeltük poharunkat, most nem tudtunk hozzászólni. Úgyhogy nagyon jól szórakozunk a csónakba. Reméljük, hogy tényleg hallal fogunk jelenkezni. Bemutatna a sporit is, úgy nézd. Igen. Ott van, igen. Ádám Béluska barátunk. Még az igaz, hogy azzal a füllel, tehát kicsit kétszer annyit fogyasztott a csónakunk, fordulj ide, hogy lássák. De olyan ellenállás volt, hogy kétszer annyit emett a csónakmotor. Úgyhogy, igen, de mindegy, áldozni kell a horgászatra. Itt a csukesz, szép csukesz, jó csukesz, úgyhogy tessék, egy igazi szép jószág. Jó, csinálok egy-két fotót és megy vissza cső. Luska fáraszt. Luska teszi a dolgát. Segítenék neki, de nem akarok. Úgyhogy oldja meg. És megint a spinnerbait. Jaj, de tetszene beesne csukával, bottal együtt, hogy kuncogós videó legyen, de nem. És itt is vagyunk. Megmutatja Béluska. Derékon fogva. Úgy, ne. Mit csináljunk vele? Mindjárt gyors fotó, aztán megy vissza. Ahogy szoktuk? Ahogy szoktuk, várj. Béluska, mutasd meg magad, te is ez a halacska. Az a baj, hogy így nem vagytok benne, mert akkora halat fogtál, hogy nem tudtok benne lenni. Te így. Azt mondom fel, hogy mind a kettőnek földig ér a farka, mind a kettőnek. Tényleg? Azt, és Bélának is, a csukának is földig ér a farka. Na, ez egy igazi horgász videó. Ez igaz. Ezt el tudjuk adni Kovinak is. Vagy ami jó pornófilmben, hát a szerzőtet. De jön is este, Kovi. Mutasd meg a nagy közönségnek a jószágot. Itt van, így Béluska, eldeszi. De úgy, hogy állítsd egyenesbe. Jaj, ez a gyönyörű. Mi? Főleg így, hogy tarkon fogta. Nem baj. Így, jó, köszönjük, mindjárt egy fotó. Na, akkor itt a harmadik, Béluskánk. Ugrasd meg, ugrasd. Ugrasd. Gyerünk! Hopp! Várjál! Jó van, emeld ki, fotó, kész, hát ne! Ne, Béci, ne kínozz! Emeld ki, hosszú póráz! Hát, de nem, azért ahhoz jól akad most, ne! Így, szép, megmutatod a nagy közönségnek! Hagyd menjen! Jó, ezt nem kell fotózni, ez nem olyan szép! Még miért fog rá? Azért mondom, hogy ne bántsuk, várj itt a fogó! Tessék, Béci! Orvosi a vakbél műtéthez is, vagy az aranyeredhez is, hogy ezt is meg tudjuk operálni itt a hideg székkel. De fogok, nem dobálhatnék ember? Olyan jó vállású mi. Jó. Csókoltatjuk. Dob rá, ott mozdul, dob rá.
Eddig tartott a Peca, vonulunk ki, maga a csoda az idő. De Tiszató látványa. Köszönjük, ezzel zárul a mai nap. Remélem mindenki jól szórakozott, mi nagyon csőröget. Sziasztok! Mai nap első példánya. Véci bátyja. Ez már a második nap. Mert tegyen. Eddig fogtunk hármat, csak hát nem nagy, azt hittem jobb lesz, sajnálok. Na mindegy. Fogtunk hármat, de ilyenek voltak, úgyhogy azt nem vettük. Azt hittem ez jobb lesz, azért kameráztunk, de nem csak olyan balfaszú kapta el. Kutya fája, kicsi hal. Úgyhogy... ennyike, de nagyon szép egészséges csukáról beszélünk. Csak. Ennyi, majd még jelenkezünk, reméljük hallan. Sziasztok, itt van egy követ. Ez is elment. Ide bekapcsolom, messze ez is oda van. Hát, akkor ez ennyi. Azt mondta Béc, hogy ezzel a nagy kanállal nem lehet halat fogni, de... de lehet. Jó, és szép is. Hát, szebb. Inkább úgy mondjuk, hogy szebb, mint a másik. Hogy van? Valahogy a hónaljába, vagy hogy? Ja? Na. Na, ez már szebbecske. Nem tudom, mik eddig voltak. Mutasd ide, Béci, és akkor le is állítjuk. Szép? Aha, nagyon szép. Hát szebb. Aha. Mai nap győztese, mert... Köszönöm. Megint van egy. Volt egy nagyon jó lekövetés, hogy beleakadt a hínába. Az előbbi csukát meg olyan sikeresen beszéltem nektek, hogy elfelejtettem bekapcsolni a kamerát. Hogy helyesebben elindítani, bekapcsolni, bekapcsoltam, csak elindítani. Ez középről jött most.